Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket itt a Klik TV mélyviszínű műsorában, és köszöntöm Tüttők Atta főpolgármester helyettest. Jó napot kívánok. EP képviselő jelöltet, hivatalosan is. Hát legalábbis akkor leszek jelölt, ha kiírják a választásokat, és elindul a választási folyamat, de az MSZP valóban úgy döntött, hogy én leszek a lista vezetője. Máshonnan indítjuk, azért hoztam elő az Európa Parlamenti képviselőséget, mert ezen a napon, amikor beszélgetünk, egy erős konfliktus éleződött ki, és manifesztálódott egy nagyon-nagyon újszerű megoldásban, jelesül az Európa Parlament bepereli az Európai Bizottságot, és mégpedig azért, mert Magyarországnak úgy adott pénzt, hogy szerinte nem szolgált rá Magyarország. Maga a történet úgy is, mint aki az Európai Unióban tevékenyen dolgozik, és úgy is, mint az Európa Parlamenti képviselő jelölt és várományos, hogyan foglalna össze magában, vagy itt a nyilvánosság előtt? Onnan nem tudom, ahonnan kérdezi. Onnan tudom, hogy hozhatnak itt a fejünk fölött döntéseket. De ugye ki szenvedettől? Ki az, akinek erre a pénzre szüksége van? Pécs, Miskolc, Szombathely, Szeged, Nyírbátor, Budapest, Gödöllő. Tehát ugye én azt szoktam mondani, hogy a mi feladatunk Magyarországon, ez a mi csatánk, hogy megvívjuk magunk szabadságáért a küzdelmet itthon. Ezt úgy tesszük meg, legalábbis én ebben hiszek, és ebben hisz a budapesti városvezetés is, hogy mutatunk egy másfajta kormányzást, mutatunk egy másik utat Magyarország számára. Akkor tudunk másik utat mutatni Magyarország számára, ha az Európai Uniós források rendelkezésre állnak, mert hogy mi történik ma? Ezekben a városokban, Európai Uniós pénzekből, kifejezetten kohéziós forrásokból, ugye aminek a felfüggesztése körül megy a vita a fejünk felett. Ezekből a kohéziós forrásokból újítjuk fel a vízvezeték hálózatunkat, építünk utat, tartunk fenn parkot, építünk bölcsödét, óvodát, támogatjuk a részvételiséget. Ez a pénz nekünk nagyon hiányzik. És ugye én elszenvedő, Budapest városvezetés, Szeged, Miskolc, Pécs, Szombathely, Gödöllő, Budaörs, elszenvedője ennek a csatának. És én azért azt szoktam erre mondani, hogy lehet ilyen küzdelmet folytatni, de ugye a magyar ellenzék együtt kell, hogy küzdjön. Minden szinten. Önkormányzati szinten, megyei szinten, városi szinten, európai szinten, mert ha nem együtt küzdünk, akkor el fogunk veszni. Lehet ilyen csatába menni, de akkor erről együtt kell döntést hozni. Én azt mondtam erre a mieinknek, hogy egy ilyen szavazás előtt a saját csapattársainkat azért meg kell kérdezni, jó, van ez a küzdelem, ez történik, ez a következmény, ti vagytok az elszenvedői, az a néhány millió polgár, aki titeket bízott meg a vezetéssel, menjünk vagy ne menjünk. Ezt a csatát ott kell megvívni, vagy itthon kell megvívni. De ezt velünk, ezekkel a városokkal, ezekkel a vezetőkkel, azzal az ellenzéki közösséggel szerintem meg kell beszélni. Másként teszem fel a kérdést, hogy ha most ott ülne az Európa Parlamentben, és ne azt válaszolja, ne ülök ott, együtt szavazott volna a többséggel, vagy tartózkodott volna, vagy szemben, amit most mond, ami egy nagyon tiszteletre méltó álláspont. Fölhívtam volna, összehívtam volna a szabad városokat, akinek a bőrére tehát nem megy. Tehát nem az Európa Parlamenti képviselőket, hanem a szabad városokat. Hát nyilván, akinek a bőrére megy a dolog. Hát elvileg akiért harcolunk, és akinek a bőrére megy a dolog, és aki viseli utána a következményeit, akinek a legjobban fáj, hát csak megbeszélném velük, hogy menjünk erre együtt, vagy sem. És utána lehet kialakítani egy közös álláspontot, mert ezt a csatát mi együtt vívjuk, az ellenzék együtt vívja, és akkor lehet eredményes, ha ebben egy közösség vagyunk. Ugye nem könnyű ebből tovább lendülni, de mégis
megpróbálok tovább lendülni. Mert vannak hosszú távú érdekek, amelyek a magyar jogállamiságot, a mi mindannyiunk, tehát valamennyi állampolgárnak fontos, hogy az ország úgy működjön, hogy kiszámítható legyen, hogy tudjuk, hogy a jogainkat tudjuk érvényesíteni. Ez, amit most mond, az, ez rövid távon egy nagyon fontos dolog, hogy jöjjön pénz, de ugyanakkor legitimálhatja ezt a jogállamon kívüliséget. Vagy ebben tévedek? Egyikünknek sincs igaza, egyikünk sem téved, mert egy olyan helyzetben vagyunk, amit nem láttunk még, nincsenek rá megoldási minták, az Európai Uniós intézményrendszer, az Európai Unió közössége sincs erre felkészülve, de hát ugye abban láthatjuk másképp az utat, mert nem tudjuk, hogy melyik a jó út, nem tudjuk, hogy egy út van-e, nem tudjuk, hogy több út van-e, nem tudjuk, hogy egyáltalán létezik-e kiút ebből a helyzetből. Ugye az én dolgom, ugye a mi dolgunk, mint ellenzék, hogy mindent elkövessünk, hogy a jövő jobb legyen. Hogy akarjuk ezt csinálni, hogy mutatunk a városainkban egy kormányzási alternatívát. De ehhez életben kell maradjunk. És ez az én prioritásom, és én tévedhetek ebben. De én ebben az útban hiszek, hogy ezt a csatát, ezt itthon kell megvívjuk nekünk, akik itt élünk ezeken a településeken, akik itt élünk ebben az országban, akinek a saját gyerekei, meg a saját szülei, meg a saját jövőjéről van szó. Ezt lehet másképp látni. Nem gondolom, hogy téved az, aki másképp lát, de én ezt a csatát innen vívnám meg. De ezért nem döntenék ebben egyedül, mert hogy ez nem egyértelmű, hogy merre van az út. De hogy akik ebben a küzdelemben napi szinten részt vesznek, és őrzik a demokrácia lángját, mindig el szoktam mondani, az önkormányzatiság, a demokrácia egyik utolsó tartaléka Magyarországon. Mert a kormányzás az nem egy egyszerű feladat, és valamilyen kormányzati emlék, egy más típusú demokratikus tapasztalat, élmény kell ahhoz, amiből egyszer újra lehet ezt építeni. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos, aminélkül nehezebb lesz újraépíteni a demokráciát, de lehet egyszerre többeknek is igaza, és tévedhetek én is, de én ezt az utat járom. Világos, hogy ugyanakkor azt is megfogalmazta, és a közös beszélgetésünk, mert már van múltunk, alapján nyugodtan mondom, hogy azért van itt aggódni való, mert pont ez az önkormányzatiság, ami többek között itt ilyen felszámolódóban van, hogy a kormányzat például Budapesttel szemben mindent elkövet, választási törvény választottatása, pénzek elvonása, vagy azok a projektek, amiről korábban hosszan beszéltünk, például a vízvezetékek ügyében, a vízdíja ügyében, hogy más saját magához csatornázza be a pénzeket. Tehát tulajdonképpen folyik, van egy ilyen folyamat, és ezt ön is mondta korábban, amely igenis veszélybe sodorta az önkormányzatiságot. Hát ezt az utolsó bástyát. Hát folyamatosan zajlik, nem Budapest ellen, a teljes önkormányzatiság ellen. Ugye, miközben a magyar kormány azt mondja, hogy a saját szuverenitását védi Brüsszellel szemben, én teljesen megértem. Mert hogy mi Budapesten, meg Szegeden, meg Miskolcon, meg Pécset, meg Szombathelyen védjük a saját szuverenitásunkat a kormányzattal szemben, mert hogy mi nem szeretnénk, ha a Karmelita Kolostorból döntenék el, hogy Pécset hogy járjon a busz, vagy Szegeden a villamos. Tehát, hogy mi egy olyan küzdelmet folytatunk, amiből azt gondoljuk, hogy az a haszna a közösségnek, hogy egyszer ezt a kormányt le fogjuk tudni váltani, és újra fogjuk tudni építeni a demokráciát Magyarországon. Ezt nem fogja tudni helyettünk egy másik ország, más országok állampolgárai újraépíteni. Vagy magunk meg harcolunk érte, és őrizzük a... Teremtünk más mintát, mert az elmúlt 13 év nem látott másfajta kormányzást országosan, csak amit a Fidesz csinál. És mi azt mondjuk, hogy mi nem ugyanazt szeretnénk csinálni más szereplőkkel, hanem hogy van egy másik út Magyarország számára, és ezt az utat vágjuk az önkormányzatokba, és egyébként ehhez használjuk az Európai Uniós forrásokat mindannyian, hiszen az összes többi forrásunkat a magyar kormány már bekebelezte. Lehet, hogy ezt is bekebelezi, lehet, hogy egyik éjjel születik egy törvény, hogy megszűnik az önkormányzatiság Magyarországon, és mindannyian minisztériumi főosztályokká válunk, de nekünk ezt a csatát folytatnunk kell,
hogy vissza tudjuk követelni egy nap a szabadságunkat, mert nem fogja más helyettünk egy másik országból ezt a demokráciát újraépíteni. Meg fog lepődni, vagy nem fog meglepődni azon, amit most fogok mondani, hogy folyamatosan úgy beszél, akár az Európai Uniós folyamatokról, akár most a magyarországi folyamatokról, mintha egy ilyen kvázi miniszterelnök jelölti programbeszédet hallgatni. Tőlem nem is állna távol ez a választás, de mégis ön most az Európába készül, az Európai Unióba, hogy ott onnan, ugye azt megfogalmazta már, hogy mindenkit képviselni akar. Tehát ez a gondolat visszaköszön, hogy nem csak szocialista párti képviselő akar lenni. De mennyiben tudja érvényesíteni ezeket a gondolatokat Európa parlamenti képviselőként? Mindig el szoktam mondani, hogy én hasznos politikus szeretnék lenni. Ez volt az elmúlt 4 évemnek a fő vonalvezetése, hogy valami haszna legyen abból a városomnak, hogy én főpolgármester helyettes vagyok. És így szoktuk értékelni a kollégáimmal is, hogy csináltunk-e valami hasznosat. A héten, pont a napokban mondtam el valamelyik másik műsorban, hogy azért csak sikerült megmentsek, azon túl, hogy felelős voltam több mint 200 milliárd forintnyi Európai Uniós beruházás sikeres lemenedzseléséért, de ebből több mint 30 milliárd forintot én magam mentettem meg Budapest számára. És lett belőle vízkitermelőkút, cső, ólomalapú vízbekötés, hulladékválogató, árvízvédelmi mű. Azért, mert leültem a kormányzattal, mert azt mondtam, hogy nem, tehát nincsen elveszett csata, nincsen elveszett labda, mindig bármi rosszat bejelente neki, mindig el szoktam mondani, hogy mindig minden asztalhoz le fogok ülni, és az utolsó percig megpróbálok küzdeni azért, hogy hasznos lehessek. Mi a dolgom az Európai Unióban? Ugye? Szeretnék használni. Tenni valamit az országomért. Tenni valamit a városomért, és tenni valamit a nőkért. Ugye 5 pontban fogalmaztam meg, hogy mi az, amiben feladatom van. Ez egy programbeszéd, tulajdonképpen felfoghatom úgy? Hát programbeszéd, hát ez hogy ki vagyok én, ugye mi a dolgom, mert ugye én nem Brüsszelt megyek el képviselni az Európai Unióban, hanem Magyarországot képviselni, az én valóságomat, a mi valóságunkat, a mi közösségünk, az én közösségeim valóságát viszem be. Haza kell hozni az Európai Uniós forrásokat. Ez az érdeke Magyarországnak. Tehát ebben van dolgom. Az MSZP vitte be az Európai Unióba Magyarországot. Szerintem van ebben felelősségünk, hogy benn is tartsuk, és ehhez barátokra van szükség. Ugyanak most éppen 20 éve. Pontosan. Ehhez barátokra van szükség máshonnan, tehát más országokból kell barátokat szerezzünk, hogy ne érezze senki azt az Európai Unióban, hogy Magyarország elveszett, elveszett a jövő számára. Mert az az érdekünk, hogy bennmaradjunk az Európai Unióban. Beszélünk erősebb Európáról, mindig el szoktam mondani, én városokat és régiókat képviselek ma is Európai Uniós intézményrendszerben, én behiszek, azért, mert én ebben nagyon-nagyon hiszek ebbe az önkormányzatiságba. Látom, hogy sokkal ellenállóbbak azok az országok, meg azok a közösségek, ahol valódi önkormányzatok működnek. Ellenállóbbak válságokkal szemben, találnak új innovatív utakat. Ugye egy csomó olyan kihívás jön velünk szembe, rengeteg egyszerre, amire még nincsenek útjaink. És az önkormányzatok alkalmasak arra, hogy új innovatív megoldásokat találjanak. Nem lehet mindent önkormányzatok szintjén eldönteni, de van sok minden, amit igen. Tehát, hogy amikor arra azt mondjuk, hogy erősebb Európa, az ne csak azt jelentse, hogy több hatalmat Brüsszelnek, hogy én se szeretném, hogy a karmelita kolostorból döntsenek el mindent, mert nem egészséges, mert nem jó, mert látjuk, hogy hova vezetett az oktatásban, egészségügyben, vízügyben, szemétügyben, de hogy én azt fogom képviselni, hogy az erősebb Európa az jelent egy erősebb helyi közösség építést, és erősebb önkormányzatokat. Ugye én az Európai Szocialista Pártcsalád tagja vagyok, tehát én lehet mondani, hogy egyedül vagyok, de nem vagyok egyedül, mert egyedül az ember nem jut messzire. Az Európai Szocialista Párt a második legerősebb európai közösség, politikai közösség. És nyilván nekem,
Én most is frakcióvezető helyettese vagyok ennek a közösségnek a Régiók Bizottságában, ami szerintem nagy dolog Magyarország számára. Ugye a Régiók Bizottságában egyedüli magyarként vezettem szakbizottságot, a Klíma és Energia Szakbizottságot, tehát nem egy akármilyen bizottságot, egy kifejezetten fontos bizottságot. Tehát, hogy dolgunk van azzal, hogy az Európai Szocialista Pártot megerősítsük az Európai Parlamentben, mert hogy ez mit jelent, ez egy másik utat jelent a válságok korában, mert egyáltalán nem mindegy, hogy milyen típusú válaszokat adunk. És a nők ügye, mindig szoktam mondani, én azért léptem be a politikába, azért lettem politikus, mert ez volt az a terület, ahol én igazságtalanságokkal találkoztam. És mindig dolgom volt azzal, hogy tegyek valamit a nőkért, és a nők egészsége így 40 fölött, az egy olyan téma, ami nem csak a magyar nőket érinti, de pont ugyanúgy érinti a portugál, a finn, a svéd, a szlovák, a román nőket, mint a magyar nőket. Hogy ebben olyan aránytalanságok, igazságtalanságok, alulkutatottság és semmibevevés van, amiért európai szinten érdemes. Hát nem keveset vállal, ami azt illeti. Egyébként ugye még mindig nincs megegyezés abban, hogy hogy is lesz ez a, ha már itt az Európa Parlamentről, vagy az önkormányzatiságról együtt beszélünk. És mondtán, ugye éppen ma kiadott egy közleményt, ha ennek közleménynek lehet nevezni, Karácsony Gergely, hogy február közepére meg kell állapodni a közös indulásról. Ebben ugye most ez nyilván az önkormányzatra gondolt, és nem az Európa Parlamentre, de ön azt mondta egyébként, hogy jó lenne, van egy közös lista az Európa Parlamenti indulásnál is. Így van ez most is, így gondolja, hogy, és van ennek értelme még ezt hangoztatni? Hát hogy ne lenne, hát mert ugye ez nem csak a matematika, tehát nem csak a választási matematika mondja, mert azért ez kevés lenne. Hát ezt a szavazóink, ezt szeretnék. Milyen politikus az, aki nem hallja a saját szavazói hangját? Nem csak az MSZP szavazói, hanem a DK szavazói, a Momentum szavazói, LMP szavazói is. Azt szeretnék, ha egy ellenzéki közösség indulna. Mert ugye ez, tehát mindenki tudja, mert érzi, hogy csak együtt vagyunk erősek. Ezt a szavazóink érzik, azt mondja, hogy a politikusaink éppen ki milyen idősíkon gondolkozik, ezt hagyjuk. Én nem fogok senkit bírálni, mert nekem az az érdekem, hogy közösségként menjünk előre, és mondok egy nagyon egyszerű emberi példát a közelmúltból. Ugye Naszai Mártát, az első kerület polgármesterasszonyát, a Fidesz próbálja helyben ellehetetleníteni. Vizsgálatot indítottak vele szemben, pont a fővárosi közgyűlés napjára, berendelték őt a várba, amikor egyébként ott kellett volna lenni a közgyűlésen, és két út volt, vagy elmegy oda egyedül, és a Fidesz győz, vagy mi azt az utat választottuk, hogy egy közösségként a fővárosi közgyűlés kormányzó tagjai szünetet rendeltünk el, és együtt mentünk fel Naszai Mártával a várba, és álltunk ki mellette, és így Márta is erősebb volt, és megéreztük azt, hogy csak így van esély a Fidesszel szemben. Ha vigyázunk egymásra, ha kiállunk egymás mellett, mert együtt megéreztük azt, hogy sokkal erősebbek vagyunk. És ha külön megyünk, el fogunk veszni. Ugye pont Budapest 150 éves évfordulóját ünnepeltük az elmúlt egy évben. És mindig elmondtuk, hogy itt három városrész döntött úgy, hogy együtt megy tovább, kötött egy házasságot. Annak minden előnyével és hátrányával, hogy a házasság az nem csak szivárvány és boldogság. Mert tudta ez a három városrész is, hogy együtt erősebb lesz és messzebbre jut. És ez az ellenzék számára. Pest és Buda és Óbuda, igen, bocsánat, igen, túlságosan benne van a mindennapjaimban ez a 150 év. Tehát az ember azért is foglalkozik a múltjával, és gondolkozik a múltjáról, mert akkor tud a jövőjéről és érdemben gondolkozni, ha látja, hogy honnan jött, hol tart, és abból tudja levonni a következőt. Igen, a számok azok teljes mértékben azt igazolják, amit ön mondta, hogy sokkal nagyobb esély van a Fidesz-szel szemben és az Európai Parlamentben is
egy közös indulás esetén, hát nem beszélve az önkormányzatokról. De a politikai realitás, azok a politikai mozgások ma mást mutatnak. De ugye a szavazó nélkül nincs politikai párt, és nincs politikus. A szavazóink hangja meg nagyon egyértelmű. A szavazóink ellenzéki közösséget, egy erős ellenzéket akarnak látni, nem sok kis pártot, hanem egy alternatívát, aki képes együttműködni, egymással vigyázni, és együtt kormányozni. És megmutattuk, hogy erre egyébként képesek vagyunk, megmutattuk a városainkban, és most azt várják a szavazóink, hogy megmutassuk ezt ezen a választáson, és megmutassuk 26-ban. Végezetül engedjen meg egy nem teljesen ide vágó kérdést. Milyen a másik oldalon ülni? Jaj, podcastelünk! Ugyan, tehát nem, csak nem a nézőknek, ugyanaz, hogy igen, podcastet, ahol fordított a szereposztás. Igen, ugye van nekem a, kérdez. Van nekem a katapult, és jó, hogy pont most beszélgetünk erről, mert egy új irányt vett. Ugye régóta tervezem, hogy kilépek az országhatáron kívülre, és ma megvolt az első beszélgetésem, az első nem magyar polgármesterrel. Egy portugál polgármesterrel beszélgettem most egy órát az ő valóságukról, úgyhogy katapult elmegy egy nemzetközi irányba, majd még ennek a feldolgozását még azért ki kell találni, de ugye régóta tervezem, ugye a régiók bizottságának sok hozadéka van, de az egyik az, hogy találkozhattam az elmúlt években nagyon inspiráló polgármesterekkel, akik valóban mutattak egy új utat a saját közösségüknek, akiben ambíció van, akik meg tudták mutatni, hogy egy polgármester is, ha van benne ambíció, meg végrehajtási képesség, akkor hogyan tud fordítani egy közösségnek az életén. Én ezeket a jó példákat próbálom megmutatni a podcastemmel, de ugye én nem lettem újságíró. Én egyszerűen azokat a beszélgetéseket, amiket egyébként is folytatok településvezetőkkel, polgármesterekkel, veszem föl, és tárom a nyilvánosságban. Hát nekem nagyon dicsérik a maga ebbéli szerepét, úgyhogy kezdem félteni a saját szerepemet. Tüttő Kata, köszönöm szépen, hogy itt járt. Köszönöm szépen. Köszönöm önöknek is a figyelmet, viszontlátásra.